Köszönöm kívánok! Hát elsődlegesen a centrumának az volt a cél megalakulásától fogva, hogy zsidó emlékeket megőrizzünk a Kelet-Közép-Európában. Összesen 1300 életút interjút készítettünk Kelet-Közép-Európában, és több mint 22 000 családi fényképet digitalizáltunk ezekhez a történetekhez, úgyhogy elég sokféle történetből lehetett választani. És hát ez az egyik legnehezebb, hogy melyiket választok ki, mert rengetegféle történetünk van, és mindegyik máshogy érdekes, és mindegyik egy kicsit más aspektusát világítja meg a zsidó életnek a 20. században, meg kicsit más korszakokra is fókuszálnak. Úgyhogy az egyik szempont az az volt, hogy próbáljunk meg minél többféle történetet bemutatni, tehát a vidéki vallásos családtól kezdve az asszimilált, városias, polgáriasodott családokon keresztül, olyan családok, akik szolgáltak a hadseregben, és nagyon büszke magyarként tulajdonképpen már a zsidóságokat is hátrahagyták volna, hanem jött volna második világháború, mint hogy ezt a Domonkos filmnél is látjuk. Tehát ez volt az egyik szempont, hogy megpróbáljuk minden többfélét megmutatni, ugyanis azt szeretnénk, ha mindenki megismerné, hogy tulajdonképpen arról nem beszélhetünk, hogy zsidóság, mint olyan. Többféle zsidó közösség létezett, többféle zsidó család, és többféle életút. És az, hogy egy bizonyos történelmi esemény miatt nagyon sokan ugyanazt kellett, hogy átéljék, vagy hasonló dolgokat, az még nem jelenti azt, hogy meg kéne ragadnunk itt a holokausznál. Tehát az volt, bocsánat, csak az volt az egyik fő szempontunk a gyűjtésnél, hogy bár holokauszt túlélőkkel készültek az interjúk, de ne forszírozzuk külön a holokauszt témáját, hanem sokkal inkább arról beszéljünk, hogy milyen volt az életük a háború előtt, meg miután visszatértek azok a szerencsések, azok hogyan kezdték újra az életüket, hogy szegény holokauszt túlélőket ne csak úgy definiáljuk, mint holokauszt túlélők, hanem mint bármilyen emberek, akik apák, anyák, testvérek, barátok, akik iskolába jártak, hogy ne ez az egyetlen egy dolog legyen, ami eszünkbe jusson arról, amikor 20. századi zsidó történelemről beszélünk. És ezért volt fontos az is, hogy valamennyire a humor is megjelenik ezekben a legalábbis egyik-másik kis filmben? Igen, valamelyikben jobban, valamelyikben kevésbé. Igen. Ez attól is függött, hogy maga az interjúvalány az mennyire volt humoros egyébként. Ugye ebben az öt filmben beválogattatok olyat, hogy nem mindegyiken nagyon tragikus hangvételű legyen, ez egy szempont volt? Ez egy szempont volt, igen, de ugyanakkor nem akartuk megkerülni se ezt a témát. Viszont ugye ezt az oral history módszertanát alkalmaztuk, ami azt jelenti, hogy mi egyfajta kronológiát megpróbáltunk tartani, viszont hagytuk mesélni az interjúalányt, és a filmeket is az ő narratívájuk alapján állítottuk össze. És akkor sokszor egyébként kritizálják, meg megkérdőjelezik, hogy miért így, meg úgy fogalmazunk dolgokat, és erről szerintem nagyon érdemes beszélni, és mi is nagyon nyitottak vagyunk, hogy mármint kik kritizálják az interjú alanyok? Nem. Hát amikor bemutatjuk a filmeket, sokféle szempontból érik minket. Hogy az ember csinál valamit, akkor mindig ér kritika is, de ez nem feltétlenül baj. Mondok egy példát, például a Domonkos filmnél, ahol úgy beszél az apjáról, hogy na erre született, és hogy ő tulajdonképpen csak a dolgát csinálta. És akkor pedagógusok joggal mondták azt, hogy de hát ez... Így nem lehet bemutatni egy hős, mert akkor ugye azt mondjuk, hogy valaki hősnek születik, és akkor az nem úgy van, hanem az egy húsvér ember, akinek be kell mutatni a hibáit. Viszont az interjú alany úgy mesélt a saját apjáról, hogy ő tulajdonképpen semmi különöset nem csinál, csak azt, amit kellett csinálnia. És ez egy érdekes szempont, amit körbe lehet járni, és itt is fontos volt az, hogy megőrizzük a narratíváját magának az interjú alanynak. De a Centrópának egyébként is ez egy fontos szempontja, hogy ezeket a mikrotörténeteket mutassa be, és ne ilyen történelmi tablókkal foglalkozzon, hogy mit gondoltok, ezt már akár Miklós neked is mondhatom, vagy ha ezt te hozzá tudsz szólni, hogy egyrészt, hogy a családtörténetek miért lettek az utóbbi időben ennyire fontosak, és hogy mi az, amit ezek a személyes történetek jobban tudnak, vagy másképp tudnak, mint hogyha nagy történelmi tablókat nézünk csak. Hát szerintem segít, ez egy kiegészítő dolog. Én nem mondom, hogy ez helyettesít bármit, vagy jobb, mint bármi. Ez segít abban, hogy megértsünk dolgokat a történelemből. Ugye unalomig szoktuk ismételni a száraz történelmi adatokat, azokat úgyis elfelejti mondjuk a diák, tehát hiába tanítjuk meg neki, hogy ez az magát azt, hogy mit is jelent ez az egész, ezt nem fogja megtudni. Tehát ha nem tanítjuk meg azt, hogy mi az a zsidó világ tulajdonképpen, ami elpusztult, hanem csak arra fókuszálunk, hogy hogyan pusztult el,
akkor nagyon kevéssé fogják ezt megérteni, hogy ennek tulajdonképpen mi is a lényeg. És ezért fontos ez a személyes történet, mert nagyon nehéz, illetve úgy mondom, hogy nehezebb egy ilyen történetet meghazudtolni képekkel, ahol ezek az interjúanyagok teljesen megnyíltak és elmondták a legszemélyesebb történeteiket. Ez sokkal nehezebb meghazudtolni, mint mondjuk egy ilyen száraz történelmi adatot. Hát vagy nem is csak száraz történelmi adatok lehetnek, hanem nagyobb, nem tudom, politikai folyamatoknak a magyarázatait is értem itt a tabló alatt, nem csak az adatokat. Igen, szerintem fontosak azok a magyarázatok is, csak ezek itt pedig azért érdekesek, mert azt látjuk, hogy azok az emberek, akik ezt átélték, ezt a történelmet, ő rajtuk hogyan csapódott le ez mind. És sokszor ez segít megérteni minket, segít megértetni azokat a dolgokat, amiket szeretnénk, hogyha emberek levonnának következtetéseket. Jó estét kívánok, én azon morfondíroztam magamban, hogy persze a történelem már csak ilyen, hogy nagy folyamatoknak látunk dolgokat, amik valóban kis emberrel történnek, és a hozzátartozó dokumentumok is, beleértve a fotográfiák világát, a kis emberek fotói, de itt most öt rész, öt filmet láttunk. Igen. Öt filmet láttunk, amiből végül is négy volt magyar vonatkozású, egy pedig bosnyán. És hogy készítettek-e filmet elkövetőkkel? Nem, mi alapvetően filmeket csak... ez a legutolsó film, ez egy kakuktojás, mert ez nem az interjú alanyainkból származó filmek, hanem a alapító igazgatónk, aki fotós újságíró volt, az pont Boszniában volt, és ő dolgozta föl. Csak azokról készítünk filmeket, amikkel interjút készítettünk személyesen, és mi is csak 1935 előtt született kelet-közép-európában élő zsidókkal készítettünk. Elkövetőkkel nem. Aha. Tehát, hogy azért ez egy súlyos hiány kezd lenni, most már mennyivel, 70-valány évben a holokauszt után, hogy végül is még mindig olyan filmeket nézünk, ami az áldozatokról szól, és utána elkezdünk magyarázkodni, hogy ők hősök voltak-e vagy sem. Miközben ugyanennek a társadalomnak egy ugyanekkora köre az elkövetői oldalon állt, róluk még ennyit sem tudunk. Tehát azok a hiányzó családtörténetek, emlékek, akár a második generáció felismerései, amik tőlünk nyugatabbra, délebbre, lehet, hogy már keletebbre is elő-elő jönnek, azok Magyarországon nem jönnek elő. És ezt többé-kevésbé biztosan merem állítani, én elég sok családi fotóval és dokumentummal ezzel-azzal foglalkozom. Én még nem találkoztam olyan családdal, aki elkövetőként mutatott volna be a saját családjáról bármit. És itt most bármelyik diktatúráról beszéltünk a 20. században, tehát ez nem diktatúra függő, hogy mondjuk a nyilas párt tagjainak leszármazottai eltitkolnák a nagypapa vagy a papa múltját szemben a kommunistákkal. Ez sajnos mindenkire áll, és ezért van egy picit hiányérzetem a négy magyar film megnézése után. Én nagyon szeretnék a négyből legalább egy olyat látni, ami nem az áldozat oldaláról vizsgálja ezt a történetet, hanem az elkövető, vagy minimum a résztvevő oldaláról. Óhatatlanul hősöket kreálunk emberekből, akik elszenvedői voltak egy nyomorúságos évtizednek, miközben nem látjuk azt, hogy kik azok, akik aktívan ebben részt vettek, akár marhaságból, belesodródásból, akár személyes felelősségből tudatosan, egyre fél lábúba 20. századi magyar emlékezet, és ez sajnos egy ilyen kis mini összeállításom is nekem átjön. Tehát én nagyon szeretném, ha legalább megpróbálná valaki a... És azok, akik hozzád visznek el képeket, azt valamit olvastam erről, hogy te általában nem szereted, amikor túl sokat kell beszélni ezekkel az emberekkel, mert hogy mindenki áldozatként állítja be magát. Igen, ez elég jellemző, de ezt nem negatívumként mondom én, csak fáj egy picit, hogy szerintem mindannyiunk családjában vannak negatív szereplők, és róluk nem igazán beszélünk. Úgy teszünk, mintha nem lennének, és magunkat pedig az áldozat körbe soroljuk, ami egy rendkívül kényelmes pozíció. Az én nagyapámról például tavaly megtudtam, hogy a nyilas keresztes pártagja volt, és foglalkozom is ezzel a dologgal, és rendkívül fel vagyok háborodva, így utólag is. De szerintem sokan vagyunk ilyenek, és ezek a történetek tennék helyre, és tennék egyensúlyba a mi 20. századunkat, ha beszélnénk el. Hát mármint, hogyha ők is vallanának sem. Vagy én, igen, tehát igen.
Ti gondoltatok ilyesmire, vagy a ti oktatási programotokhoz ez nem is tudna kapcsolódni, vagy mit gondolsz erről, amit felvetett Miklós? Alapvetően egyetértek, hogy itt van egy óriási hiány. Amikor a Centropa elkezdte ezt a gyűjtési munkát, akkor egész más szempontok vezéreltek minket, és mi interjúkat 2000 és 2008 között készítettünk. Tulajdonképpen olyan időszakban, amikor még azok, akik velünk voltak és emlékeznek 35 előtti világra már voltak, és mondjuk a digitalizációnak, meg a fotoszkennelésnek a technológiája már a rendelkezésünkre állt, tehát tulajdonképpen egy ilyen egy évtized volt, amikor ezt meg lehetett csinálni, és hát igen, nálunk nem ez volt a szempont. Alapvetően egyetértek, hogy itt van egy hiány. Vannak ennek veszélyei is, ugye az, hogyha keressük itt a nagyon két szereplősé tenni, hogy akkor az elkövetők meg az áldozatok, és akkor a jó meg a rossz, amit lehet, és rá lehet csütni valakire, aki elkövető vagy elkövető, nem azt mondom, csak szerintem legalább olyan fontos ilyen benemavatkozókkal, meg olyan emberekkel is mondjuk feldolgoztatni, akik mondjuk nem csináltak semmit, hanem csak némán eltűntek. Szerintem ez legalább annyira fontos, hanem hát még ugyanúgy összetettan akár be lehet ezt is mutatni. Igen, hát a domonkos történet egy kicsit érinti, mert ott vannak az embermentők, és akkor ebbe a témakörbe be lehet egy kicsit vezetni a diákokat, meg az, aki ezzel foglalkozik. De konkrétan ugye mi nem készítettünk ilyet, tehát nagyon érdekes lenne ez a perspektíva, és lehet, hogy megéri ezen gondolkodni. A Centrop Alapítványnak a támogatói, meg az egész missziója az egyáltalán nem erre épült, viszont nagyon szívesen vennénk, hogyha lenne egy olyan szervezet, aki ezt csinálná, és akkor ki lehetne egészíteni ezeket a történeteket vele, mert valóban ezáltal lenne egy teljesebb kép történelmének, szóval én ennek személy szerint nagyon örülnék. A Centrop a küldetése, meg a missziójában ez nem tartozott bele, hogy nem fér bele. Akkor egy pillanatra, hogy beszéljünk erről a küldetésről is, mert hogy ti azért alapvetően oktatással foglalkoztok, vagy oktatással is foglalkoztok, és amit olvastam a honlapotokon, az erős, eléggé kiemeli azt, hogy gyakorlatilag egy társadalomban felnövő embereknek a nevelésén keresztül lehet megváltoztatni azt, hogy milyen emberek lesznek a következő generációnak a tagjai, hogy akkor akár Miklós felvetéséhez is kapcsolódva mit tapasztaltok, hogy mennyire nyitottak a diákok ezekre a kisfilmekre, egyáltalán kikhez tudjátok ezeket a filmeket eljuttatni, tehát a hatékonyságról mit tapasztaltok? De van egy előszűrő, ugyanis a mi programunk az nem kötelező, hanem olyan pedagógusok jelentkeznek hozzánk, akik jelentkeznek. Ez azt jelenti, hogy legalább egy picit érdeklődik már a téma iránt, úgyhogy ez alapvetően jelent egy ilyen előszűrést, és mi pedagógusoknak próbálunk lehetőségeket, meg eszközöket adni, hogy hogyan vezessék be ezt a témát. Amit nagyon fontosnak tartunk, hogy egy ilyen film az nagyon szép, nagyon tanulságos is lehet, de így önmagában még nem jelenti azt, hogy ez egy oktatási anyag, mert megnézzük. Ez akkor válik egy oktatási anyaggá, hogyha egy tanár az megtervezi, hogy hogyan építi bele ezt a tanmenetébe. Sőt, az a legjobb, hogy egy kicsit holisztikusabban gondolkodik, és nem egy ilyen buborékban tanít a holokausztról, meg 20. századi zsidóságról, hanem emberségről, egymás segítéséről, a másság elfogadásáról. Kicsit arról, ami az utolsó filmben megfogalmazódott. Hogy ne legyen hermetikusan elzárt dolog legyen ez a holokauszt oktatás. Egy kicsit ez az érzésünk, hogy sokszor ez van, hogy van a kötelező holokauszt emlékév, és akkor odarángatunk diákokat, hogy akkor most legyenek szomorúak, olyan diákokat, akiknek semmiféle kötődésük nincsen. Ehhez is elvárjuk, hogy ugyanazt a fajta érzelmi reakciót elvárjuk tőlük, amit mondjuk mi érzünk, akik mondjuk foglalkozunk a témával, vagy esetleg érintettek vagyunk, és aztán nagyon fel vagyunk háborodva azon, hogy nekik nem ugyanaz a reakció, mert ugye azt kéne, hogy a reakciója legyen. Ez egy szerintem egy nagyon, nagyon téves dolog, és az oktatási programjainkkal arra próbálunk ösztökélni tanárokat, hogy a diákok saját maguk érdeklődési körének megfelelően próbálnak tanulni. Tehát van egy videókészítési versenyünk például, ahol jó, megnéznek egy-két ilyen filmet, de az a cél, hogy egy saját filmet készítsenek, vagy a saját városuk, falujuk zsidóságának történetéről, vagy egy általuk választott témakörről, ami kötődik valamilyen módon zsidósághoz, 20. századhoz, és akkor az már arról szól, hogy ő mondjuk interjút készít valakivel, anyagokat szerez be,
és már ahhoz köti az ő tanulási folyamatát, ami őt érdekli. És akkor ezt a kettőt megtalálni, hogy azt, amit meg akarunk tanítani a diákoknak, és azt, amit megtanulnak, és között sokszor szokott szakadék tátongni, és nehéz itt a finom hangolásokat elvégezni, de pont az lenne a lényege egy ilyen proaktív oktatási rendszernek, hogy kicsit hagyjuk kibontakozni a diákokat a saját tempójukban, és akkor ebben esetleg olyan is beletartasz, hogy a saját családjukban felkutatnak bizonyos történeteket, hogy ki milyen szereplő volt, mik voltak a sztorikot, és így építsék fel saját magukat. Ugye most az a helyzet, hogy van egy olyan oktatási rendszer, ami így föntről lefelé nyom le minden, és visszabefektetünk információkat a diákokkal, és akkor mi alapján osztályzunk, hogy ki tudja jobban visszamondani ezt a bizonyos mennyiségű információt. Hát nem tudom, hogy mennyire működik ez. Mi jobban, mi sokkal inkább abban hiszünk, amikor egy picit hagyjuk, hogy a tanárok mondjuk motiválják a diákokat, és saját maguk végezzenek el egyfajta tanulást. Persze bizonyos mechanizmusok meglétével, vagy bizonyos keretek között. Ez persze sokkal nehezebb, de sokkal hatékonyabb lenne. Visszatérnék egy kicsit az előbbi megjegyzésedhez, hogy tehát volt olyan, hogy amikor valaki bejött hozzád, vitt hozzád képeket, és elkezdett ebbe az áldozati szerepben beszélni a saját családjáról, volt olyan, hogy erre tettél egy olyan fajta megjegyzést, amiből kerekedett egy komolyabb beszélgetés, vagy ami egy kicsit más irányba terelte? Nem, én sokkal pragmatikusabb vagyok, tehát engem elsősorban az érdekel, hogy milyen fotókat hozott. Tehát nem próbálom megváltoztatni az emberek saját családjáról, vagy akár saját pályájáról alkotott képét. Tehát ez nem az én feladatom. Szerintem én arra vagyok kíváncsi, hogy a nagypapája mit fotózott, és az hol van. És amikor ott hagyják nálad a fotókat, akkor mondjuk vannak ilyen ellentmondások, amik itt kiderülnek abból, amit mondjuk esetleg elmeséltek, és a képekből kibontakozik egy olyan fajta családtörténet, ami ennek ellentmond? Ez azért nagyon nehéz, mert egyrészt mi nem életutakat és nem személyes, ilyen értelemben nem személyes családi anyagokat dolgozunk föl, nem véletlenül, hogy a Fortepánon bár van közel 110 ezer fotó, de a fotóknál csak a közszereplők vannak nevesítve, és mindenki más az igazából ismeretlen a képeken, mert próbáljuk kicsit eltávolítani magunktól a konkrét életutat, és nem az a cél, hogy szemben mondjuk a Centrupával, ahol meg éppen ez van a fókuszban, hogy ez hitelesíti a történetet, ugye, hogy ki kicsoda a képen, nálunk a családi fotó ilyen értelemben egy dokumentum, vagy egy dokumentáció is, nem konkrétan Erdő bácsiról, vagy Piroska néniről szól, hanem az emberről, vagy a pesti polgárról, vagy a kiskörösi haszi zsidóról, bár ilyen anyagok nincsenek, erről is szívesen mesek, hogy szerintem miért nincsenek, de... Mármint ugye a holokauszt alatti időszaktól? Akár egyáltalán a zsidó tematika az egy nagyon fotóban, nagyon ritkán, és nehezen fellelhető részben, ugye nehezen, hiszen Radnóti Miklósra sem, mint zsidóra tekintünk, tehát bár vannak Radnóti fotóink szerencsére, de nem úgy nézünk rá, hogy íme a zsidó, és nem is nagyon hinném, hogy mondjuk a zsidóság címkét be kéne írni egy Cervantal vagy egy Radnóti fotó alá, tehát az asszimilálódott városi zsidóság az ugye nem látható, egy módon lesz látható 44. április 5-től, amikor csillagviselésre köteleznek minden úgynevezett zsidót, vagy zsidónak megnevezett embert, és akkor hirtelen nyilvánvalóvá válik, hogy itt vannak zsidók. Még olyanok is, ugye sárga csillaggal járnak a nagykörúton, akik maguk nem zsidónak tekintenek saját magukra. Tehát ez egy, és utána ez egy rövid időszak, amíg a fotográfián látható ez, hogy ki a zsidó. Ezen kívül ugye a vallásos zsidóság lehetne látható fotográfián, de ott meg több okból, részben az egyház tanításaiból is nagyon kevés a fotográfia. Ez egy alul dokumentált vallási közösség, a nem vallásos része pedig pont olyan, mint bárki, aki itt ül, tehát fotón nem felismerhető, hogy most egy zsidó embert látunk. Nem tudom, ki járt a Csányi utcában, nemrég nyílt egy zsidó kulturális, egyébként önkormányzati fenntartású épület, ahol az volt a kiállítás
rendezőinek elképzelése, hogy az erzsébetvárosi zsidóságot mint olyat mutatja be. Én nem láttam még a kiállítást sajnos, de magát a dolgot rendkívül érdekesnek találtam, hogy hogyan lehet a 20. századi erzsébetvárosi zsidóságot, a nem vallásos zsidót bemutatni, mint zsidóságot. Tehát nem erős kérdéseket vett föl, hogy mit is fogunk látni. Tehát mik lesznek azok az azonosítási pontok? Mondok egy pontot, hogy nemrég végignéztem a Fortepánon az egyébként zsidóság címkével ellátott fotókat, és ott az egyik képen egy kislányt látni a balatonfüredi strandon 1932-ben mondjuk, és egy Dávid csillag lóg a nyakában egy arany kis nyakláncon. Hát igen, ő a zsidó kislány, ez az az egyetlen pont, amivel őt azonosítani lehet, mert félmeztelenül egy strandon látni a nyakláncot, de egyébként nem látjuk őket. Aztán, amikor meg látható lesz, akkor meg már nem lehet fotózni, tehát ugye a holokauszt meg azért egy nehéz ügy, mert bár a jelentősége és rossz szóval a nagyságrendje, hiszen minden magyar települést érintett, az utolsó tanyát is, ahová kiment a csendőr elhajtani azt az egy zsidót, ehhez képest ugye rendkívül kevés fotó maradt fönn ebből a történetből, és ezért aztán minden egyes kép baromi érdekes és jelentős és fontossá válik, de nagyon kevés van. Ugye itt a Domonkos filmben volt egy furcsaság, nem tudom kinek tűnt föl, hogy bár ugye egy férfi életútjáról beszélünk, akinek az élete csúcspontja az volt, hogy a pesti gettóban napról napra, ugye novembertől januárig katonatisztként, magyar emberként és zsidóként megjelent. Ugye egyetlen fotót se láttunk erről a gettóról, a filmben sem. Ugye egy térkép szimbolizálta, vagyis mutatta be ezt a gettót, ahol 70 ezer ember zsúfoltak össze kriminális körülmények között. Erről a működő gettóról nincs magyar fotó. Tehát nem az, hogy a filmben nincs, nincs. Hogy fordulhat ez elő, hogy egy ilyen jelentős Budapest fővárosának legnagyobb, legbrutálisabb gettójáról nincsen fénykép? Hát nem tudjuk. De ez egy összetett dolog, majd biztos egyszer előkerül, és akkor meg tudjuk ezt egy ilyen filmben is mutatni, de pillanatnyilag a magyar fotótörténet nem tud ilyen képet felmutatni. Egyébként engem ez nagyon megdöbbentett, amikor én ezt először olvastam egy veled készült interjúban, mert valahogy a holokauszttal kapcsolatban mégis az embernek van egy ilyen kép a fejében azokról a fotókról, amiket mindenhol lehet látni, és én bennem egyáltalán nem merült fel, hogy ennyire nincsenek fotók, és érdekes volt, hogy pont az egyik kis filmben, most nem jut eszembe a címe, aminek női főszereplője van, és akkor, amikor mondja, hogy az életem sötét pillanatairól nem szívesen emlékszem, és akkor ott elsötétül, és eszembe jutott ez, hogy ebben volt valami tudatosság, hogy itt, hát végül is behoztátok a fotókat, de hogy nem ki volt takarva végül is ez az időszak egy sötét folttal. Igen, olyan értelemben volt benne tudatosság, hogy amikor ezt mondta az interjúba, és maga az interjú is nagyon arról szól, hogy ő hogyan élvezte az élete, akkor ez a diszkrepancia, ez így orbitott, hogy ezt meg kell tudni, és valóban. Holokauszt korszakából fényképek, hát nekünk a teljes Centropa adatbázisban van 22 ezer fényképünk, hát igen, majdnem két kezemben meg tudom számolni azt, ami ilyen holokauszhoz köthető, de az is olyan, hogy felszabadítás után már haláltáborban, itt is a mondjuk tömegsírok, azt is már felszabadulás után készült. Olyan képek vannak, amikor sárga csillagban így lefotózkodnak, itt a Domonkos filmben pont látunk egy ilyet, a szekeres család, és akkor arra emlékeznek is, hogy na, hogy még legyen rólunk egy kép. És akkor elmentek lefotózkodni gyorsan még sárga csillagban. Ilyenből van. De magáról a holokauszt időszakáról, hát az Auschwitz album annak idején azért volt egy ilyen óriási kincs idézőjelbe, mert hogy szinte az egyetlen egy olyan fotódokumentáció, ahol azokat az embereket látjuk, hogy oda megérkeznek. De az is arról szól, hogy leszállnak a vonatról. És itt valóban van egy ilyen óriási hiány. Eszter, te, aki alapvetően színházi fotózással foglalkozol, mennyire nézed más szemmel ezeket a régi képeket, mint hogy mondjuk, vagy akár az, hogy amatőr fotókat mondjuk a modern képekhez képest? Amellett, hogy nagyon élveztem ezeket a filmeket a fotók miatt, nagyon jó pofa ötletnek tartom, és különben én nem hiányoltam ezeket a
tipikus holokauszt képeket, tehát ami a csontig soványodott embereket, a borzalmakat, a kínzásokat mutatják. Ez egy teljesen más szemlélet, de szerintem olyanból van bőven, és az emberek ezt unják is valamilyen szinten már. És megszeretetni képeken keresztül családokat, családtörténeteket, majd megmutatni a valóságot, és úgy magyarázni a mögöttük lévő borzalmakat, az szerintem egy nagyon jó kezdeményezés, és talán ezzel közelebb is jutnak a diákokhoz, vagy akiknek ezeket vetítik, és akik nem annyira érintettek adott esetben a családjuk történelme miatt. A kérdésedre válaszolva, ilyenkor én nem olyan személy, tehát nem a fotót elemezve nézem ezeket a képeket, hanem örömmel tekintek rájuk. Tulajdonképpen annak örülök, hogy léteznek, ahogy például a gettóról nem láttunk képet. Bár én nekem valamiért olyan emlékem van, hogy én már láttam. Nekem is, de ezek ez engem sem. Most megdöbbent, amit mondtok, mert én nekem van egy ilyen kép valahogy az emlékezetemben, hogy én láttam már a gettóról képet. Minden esetre ilyenkor az ember annak örül, hogy van, hogy nézegeti azokat az embereket, a ruháikat, az utca feliratokat, felismer esetleg olyan számára ismerős utca részleteket. Szóval, és ez ugyanúgy vonatkozik arra, hogyha valaki nekem megmutatja a családi fotóját, akkor, és félre mutatja meg, jaj, fotós vagy, inkább nem is mutatom, eszembe sem jut olyan kritikus szemmel nézni, amit mondjuk adott esetben, hogyha egy kollégámmal beszélünk meg egy képet, vagy kompozíciót figyelünk, vagy tehát teljesen másra összpontosít az ember. A saját munkám során annyi foglalkozom képekkel, és szerencsés módon még taníthatom is, hogy az bőven elég. Tehát ilyenkor engem is elvisz az információ, és megmondom őszintén, kevésnek is tartom azt, hogy egyszer ezt most végignéztük, mert annyira érdekesek voltak a történetek, hogy vagy a képre tudok figyelni, vagy a történetre, vagy egyszer a kettőre. Tehát jó érzés így nézni végig egy filmet, de nehéz, úgyhogy szívesen meg is nézném még egyszer, csak mondjuk a fotókat előtérbe helyezve. Te egyébként családok fotózásával is szoktál alkalmanként foglalkozni, hogy ott egyébként mennyire számít az, hogy mennyire ismered azokat az embereket, tehát hogy lehet-e jobb fotót csinálni akkor emberekről, hogyha ismered őket, illetve hogy egyáltalán mondjuk ezeknél a filmeknél volt olyan, ami kiugrott, ami mégiscsak, tehát mondod, hogy más szemmel nézed, de ami mégiscsak így kiugrik, vagy az egyébként különben érdekelne, hogy amatőr fotók között, akár ti, akár Miklós, tehát hogy vannak olyan képek, amik úgy kiugranak a válogatás során, hogy ez valami több, mint amit általában egy amatőr kép szokott produkálni. Akkor először Eszter, és akkor utána. Az első kérdésedre válaszolva természetesen az mindig egy helyzeti előnyt jelent, ha ismerem azt, aki fotózok. Bár, megmondom őszintén, volt már olyan, hogy pont az ellenkezője lett. Tehát, hogy ott az ember teljesen más hangot üt meg, és vele szemben is esetleg máshogy viselkednek. Tehát nem mondanám azt, hogy erre van szabály. Természetesen, hogyha egy kicsit jobban ismerem az adott talanyt, akkor máshogy szólok hozzá, vagy felhasználok olyan előismereteket, amelyek segíthetnek a munkánk során. De akkora jelentőséggel talán nem bír, mint ahogy azt egy kívülálló gondolja. Nagyon ott kell lennünk abban a pillanatban, vagy abban az órában, amikor egy ilyen fotózás történik, és mindannyiunknak. Tehát nem elég az, hogy egy fotós ott van, mármint a fizikai jelenlétében, ott kell lennie annak a családnak, vagy annak a portréalanynak lélekben, fizikálisan. Tehát figyelnie kell arra, tehát ez egy csapatmunka, és nem elég az, hogy az én kezemben egy gép van, meg hogy esetleg ismerjük egymást, vagy sem. Tehát, és az adott szituáció határozza meg egy antré mind a kettőnk részéről, hogy
tudunk-e rezonálni abban az órában, amikor el kell végeznünk azt a feladatot, vagy sem. A második kérdésedre visszatérve nekem egy kép, egyrészt nagyon tetszettek a trükkök, tehát ezek a kis pici gegek, hogy füstölt a cigaretta, meg az edény, amiben a melegétel volt, ezek meg a gamonkos Miksa, hogy traktorozott, ezek nagyon helyesek voltak. De alapvetően én nagyon-nagyon szeretem ezeket az archív fotókat, és attól függetlenül nem ismerem azokat, akik rajta vannak, legalábbis ezeknek a többségén, ugye csak a politikusokat ismertem meg, attól függetlenül öröm ránézni, és technikailag hihetetlen, hogy 100 évvel ezelőtt készült képekről beszélünk, mondjuk egy portréról, és hogy technikailag tulajdonképpen versenyben vannak a ma készült. Tehát, hogy tudták azokat és azokat a technikai szabályokat, vagy világítás technikákat, amit ma is alkalmaznak a jók. Igen, ha az ember végig lapozgat így ilyen Centropa fotókon meg a gyűjteményünkön, akkor azért egy valami szembe ötlő, ezeknek a többsége, ez profi fotó. Amatőr fotóból viszonylag kevés van, mert a fotózásnak a kultúrája egész más volt. Hát a fotó az akkor készült, amikor elmentünk a családdal lefotóztatni magunkat. Eszméletlen sok portréképünk van emiatt, tényleg a döntő többség. És azok a kis különlegességek, amikor még vízi sielni látjuk a Katarina Löfflerovát, vagy a traktoros kép, tehát ezek az amatőr jellegű fotók, ez a kisebbség, ezeknek is megvan a bája, de hogy nagyon érdekes látni, hogy változott meg ugye a fotózásnak a hát mondjuk most már kultúrája, most már állandóan csinálunk. Is. Engem például személyesen motivált a Centropán eltöltött évek, motivált arra, hogy a családommal legyen egy olyan kép, ami rendes fotós csinálja, és nem csak egy ilyen nem tudom mi. Mert hogy ezek mennyivel jobbak. És érdekes ezeket így kielemezgetni, hogy itt megadták a módját annak, hogy ez egy megörökítésnek a pillanata. Most már állandóan megörökítünk, megállás nélkül. Kicsit az értékéből is elveszít ez a megörökítés. És amikor így próbálom szelektálni a fotókat, hogy akkor mi kell, meg mi nem, meg a unokaöcsik, meg húgoknak a ezerszeresen agyon dokumentált élete, hogy mi fog ezekből megmaradni egyáltalán, és az utókorban, amikor meglátnak majd ilyen 28 millió fényképet, akkor egy azt se tudja, hogy hova nézzen. Érdekes ezen elgondolkodni, hogy lehet, hogy kell egy válogatást csinálni az ember magának, és magyarázatokat adni. Tehát a Centropán az az érdekes, hogy csomószor a családok, akikkel ugye készítettük az interjút, és az interjúanyag családjai visszajöttek, hogy hú, milyen érdekes, mert én ezt nem tudtam a saját családomról. Mivel lejegyeztük, ugye megmaradt a fotó, de az, hogy ki volt a képen, biztos vannak sokan, akiknek otthon ilyen családi fotóik vannak, és már azt se tudjuk, hogy micsoda. Az én dédanyám, ő neki a Ser Lajos volt a szeretője, így született a nagyapám, az olasz fronton meghalt. És kitagadták, és a családdal megszakadt a kapcsolat, és csak a neve maradt fent, hogy Ser Lajos, meg egy fotó. És a fotón két katona látható egymás mellett, és oda a nagyanyámnak a nagy ákombákom írásával Lajoson. És nem tudjuk, hogy melyik a Lajos. Mert nem kérdezte meg tőle senki. Feltételezzük, hogy a bal oldalsó, mert hogy inkább arra felé van a Lajoson, mint a nem. De hogy ezeket olyan fontos elmeséltetni, nem csak a fotókat megcsinálni, hanem oda rögzíteni mögé a történetet. És hogy egy kicsit ezzel foglalkozni, hogy nem elég a fotó. Hát ma már beteggelünk minden. Ma már beteggelünk, meg igen, most már nagyon komoly eszközök állnak rendelkezésünkre a dokumentációhoz, de hogy ezek a régi fotók, tehát aki most ezt, akinek van ilyen, és még él a családban olyan, aki tudja azzal elmeséltetni, leíratni, mert az ember mindig késő jut eszébe, hogy fú, és most már nem tudom, hogy ki ez, pedig megjelenik egy csomó képen, és nem tudom, hogy ki ő most az unokaörös, és semmit nem tudunk róla. Ez nálatok is problémát szokott okozni, ugye, a beazonosítás? Hát, aki kicsoda nem annyira, mert mindjárt ezt nekem tulajdonképpen annyira nem motivál, hogy a szereplők nevét megtudjam. De szerintem egy név azért hangozzon itt el, hiszen az egyik film a Kinski Imréről szólt, aki egy elképesztően jó fotós volt, és ha azt kérdezted, hogy hol van a határ az amatőr és a hivatásos között, akkor az ő
életműve pont azt példázza, hogy nincs határ. Tehát ezek ilyen utólag kreált, valójában nem létező kategóriák, hogy milyen egy hivatásos fotós és milyen egy amatőr. A Kinski nem ebből élt, ennek ellenére van egy 300 képes olyan anyaga, ami abszolút a korabeli német vagy francia fotózást hozza, szinte a nullából újságok lapozgatásával teremtett egy olyan saját látványt, ami elképesztően jó, érdekes, és hál' Istennek megmaradt. A Szabó Ervin könyvtár Budapest gyűjteményében vannak az eredeti negái, kiadványokban is szerepelt. A Kinski az egy a magyar modern fotográfiának egy nagyon fontos figurája. Meg is lepődtem egyébként, hogy ő itt előjött, ennek nagyon is örülök. Bevallom, hogy ezt én nem tudtam, hogy ő a második magyar hadsereg önkénteseként vesztette életét munkaszolgálatosként. Ez nekem kimaradt. Én azt hittem, hogy őt deportálták, de ha esetleg van egy kis idejük otthon a neten rákeresni, Kinski az egy jó fotós volt. Még egy dolog jutott eszembe, ami talán a Fortepánon érdekes lehet, ha valaki szeretne ilyet böngészni, hogy van nekünk egy szerzőnk, akit úgy hívnak, hogy Hámori Gyula, aki egy esküvői fotós volt, a Szent István Bazilika fotósa volt, egyébként itt a 6. kerületben volt műterme. Ugye elhangzott, hogy számtalan család fotóanyaga az jó rész csak műtermi képekből áll, ő egy ilyen műtermi fotós volt, aki egyébként katolikus esküvőket fotózott, és valami furcsa okból 1946 és 51-2 között az ortodox hitközségnek lett esküvői fotósa, és azt látni a hagyatékán, ami tulajdonképpen véletlenül került hozzánk, hogy ugye a közvetlen háború utáni 2-3-4 évben viszonylag sok ortodox esküvő volt még Budapesten. Ugye az ortodoxokról talán annyit érdemes elmondani, hogy ma ők a legkisebb történelmi egyház, azt hiszem, hogy 60 család, aki ortodox zsidó ma Magyarországon, megdöbbentő, tehát adventisták többen vannak, tehát teljesen eltűnt az ortodoxia. Jó részt 1956-tal tűnt el Magyarországról a maradék, aki túlélte a holokausztot, ők is ugye 56-ban elhagyták Magyarországon, és ebben nem akarok bánni, nem is értek hozzá, csak a képek nagyon érdekesek, hogy tulajdonképpen a holokauszt által megtépázott ortodox férfiak és nők ugye új társat keresnek. És ugye itt is volt több olyan film, ahol ez volt a történet folytatása, amikor tovább lépünk a holokauszton, és akkor kellett egy új életet kezdeni, és újra házasodnak, és megy tovább az élet. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon drámai anyag úgy látni, hát idézőjelben ifjú párokat 46-ban, 47-ben Budapesten, hogy jellemzően ők nem annyira ifjú párok. Úgyhogy nagyon érdekes, és egy ilyen áttételesen holokausztikusú fotográfia. Akkor hangozzanál még egyszer? Hámori Gyula. Te mondtál valamikor egy olyat, hogy a Fortepánon ott világnézeti szűrők nélkül próbáljátok meg bemutatni a múltat, hogy ez mit akar, vagy ez hogy lehet megtenni, hogy a világnézeti szűrők ne hát ez lehet, hogy csak az én fejemben létezett, vagy az újságíróiban. Hát tulajdonképpen pont, tehát minket nem igazán befolyásol az, hogy ki honnan jön, milyen társadalmi körből, milyen politikai meggyőződésből, egy dolog számít, mit fotózok. És tehát, akkor milyen fontos nektek? Hogy mit fotózott? Uh-huh. Tehát, hogy mik a válogatásnak az alapjai? Hát ez beszélve, szerintem ezt most itt ne hozzuk elő, mert ez a fesztivál, ez egy kicsit másról szól. És ez már nem köthető a zsidósághoz, és egy bonyolult dolog, hogy válogat az ember. De ugye, amit te említettél, hogy válogassuk a saját fotóinkat, ezt maximálisan támogatom. Mindenki azonnal dobja ki a nem érdekes fotóit, mert pont ettől lesz egy ilyen óriási nagy massza a hátunk mögött, amin soha nem fogjuk átverekedni magunkat. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy folyamatosan szelektáljunk, és nem azt mondom, hogy a kukába dobja az ember a számítógépén az érdektelen, de szedje ki azt, ami fontos, tehát próbáljuk valamennyire elválasztani az érdekeset, meg a másodlagosat, vagy harmadlagosat, mert megcsömörlünk a dologtól, én sok képet válogatok, és nyugodtan merem azt mondani, hogy lehet válogatni. Tehát ez nem úgy van, hogy minden, ami elkészült, fontos. Ezt szerintem te is megerősítetted, hogy... Erről meg én nem szeretnék beszélni nekem. Tehát egy fotós tulajdonképpen szerintem ez nyomaszt a leginkább, hogy mennyi képet készítünk, és a végére soha nem jutunk. És ha véletlenül jutunk, akkor azokat hogyan hibáljuk. És
tényleg kidobjuk azt, ami nem kell, vagy csak nagyon nagy felbontást dobjuk ki, de ami fontos, azt duplikáljuk. Szóval ez tulajdonképpen egy ilyen végeláthatatlan munka kellene, hogy legyen, de emiatt sok olyan dologra nem jut idő, amit viszont jobban szeretnénk. Jó, mielőtt átadnám a szót, szeretném kinyitni a beszélgetést. Még egy dolgot kérdeznék, ami kicsit visszakapcsol a kiinduláshoz, hogy nekem is van egy olyan érzésem sokszor, akár ezen a Zsidó Filmfesztivállal kapcsolatban is, hogy vajon kihez jut el ez a sok minden, amiről itt szó van, kihez jutnak el ezek a filmek, hogy ez mennyire szokott bennetek így felmerülni problémaként, hogy igazából kihez is tudunk mi szólni, kivel tudunk párbeszédet folytatni ezekben a kérdésekben? Minket ez nagyon foglalkoztat. Egyrészt van egy olyan szomorú tény, hogy sokszor ugyanazokat a köröket futjuk, és leginkább azok nézik meg, akik már eleve értik, tudják, együtt éreznek vele, stb. A Domonkos film például kifejezetten egy olyan film volt, amit azért készítettünk, mert úgy gondoltuk, hogy egy olyan narratívat, meg egy olyan aspektusuk bemutatni, ami lehet, hogy mások számára is érdekessé teszi magát a magyar zsidóságnak a történetét. Ugye van ez a sztereotípia a zsidókkal kapcsolatban, hogy a zsidók mint kommunisták voltak. Igen. Hát nem mind voltak kommunisták a zsidók. És maga, amikor először egyébként elolvastuk a történetet, meg az interjú elkészült, akkor egy kicsit még bizonytalanok is voltak, hogy biztos, hogy igaz ez az egész sztori, és akkor kiderült, hogy nem, hogy igaz, hanem még szerényen is fogalmazott az interjúban a Domonkos István. Egy olyan magyarságára nagyon büszke zsidó család, akik ráadásul a Hortinak rajongói voltak. Ezt próbáltuk nem annyira kidomborítani a filmbe, hanem egy kicsit megfelelő történelmi kontextusba helyezni. Viszont nem lehetett eltagadni, hogy a Domonkos István maga az a Hortinak az újratemetésére elment. És nem lehet eltagadni, hogy ez egy olyan magyarságában sokkal erősebb identitású család volt, akinek a zsidósága csak azért volt ott, mert jött a második világháború, és egyébként, ha elolvassuk az interjút, abban el is mondja a Domonkos István, hogy a papa mondta, hogy hát ha nem lenne ez a zsidó törvény, meg ez az üldöztetés, akkor mi már rég kikeresztelkedtünk volna. Később kiderült, hogy ez se segít. Később kiderült, hogy persze ez se segített, de hogy itt egy olyan szempontot hoztunk be, ami ugye itt nem is a holokauszt egy nagyon fontos része, de itt ugye a kommunizmusnak az áldozata lesz a Domonkosnak a Miksa. És nagyon tudatosan hoztuk ezt a történetet, és nagyon sok helyen látjuk, hogy ezt dolgozzák fel, meg van mondjuk egy vándorkiállításunk, ami szintén bemutat ilyen családtörténeteket, és itt elhangzott az, hogy nem néznek ki zsidónak. Hát ez az egyik, hogyha megnézzük a Centropa képeket, a döntő többség, és most nem akarok százalékokat mondani, de a döntő többség az olyan fotó, amiről, hogyha nem tudnánk, hogy a zsidó családról készült, akkor az életben ki nem találnánk róla. És mi ezzel tudatosan tervezünk olyan módon, hogy például van egy filmünk, ami most itt nem volt idő, a bevezetés a magyar zsidóság történetében, a 20. századi film, és ott elkezdik ott tulajdonképpen összefoglaljuk a 20. századi zsidóságnak a történetét. A zsidó szó az egészen az utolsó nem hangzik el, egy 10 perces film, a legeslegutolsó mondatban hangzik el. Pont azért, mert ezt próbáljuk úgy bemutatni, hogy ne a zsidóság miatt figyeljünk fel rá, hogy na, akkor most mindenki legyen nagyon érzékeny, hanem egy emberi történettel. Mi próbáljuk ezt ilyen módon megközelíteni, de ahogy már egy pár kérdések korábban mondtam, elsősorban olyan tanárokhoz jutunk el, akik már eleve szimpatizánsok, vagy eleve már akarnak valamit tenni, viszont már találkoztunk olyannal is, olyan pedagógussal, aki mondjuk a mi történetünknek, vagy vándorkiállításunknak köszönhetően tett valami extrát, amit eddig nem. Tehát igazság szerint mi ezek a mozdonypedagógusok, meg azok, akik akár lehetnek ilyen mozdonypedagógusok, azoknak próbálunk ilyen eszközöket adni, hogy jó, vigyen be egy vándorkiállítást, csináljon egy videóversenyt. És nem feltétlenül kell ennek a holokausztról szólnia. Itt arról szól a dolog, hogy felkeltsük a diákok érdeklődését egy bizonyos történelmi korra kapcsolatban, és mindenki levonja a saját maga
konzekvenciáit. De hát igen, néha a szélvarom harcnak tűnik az egész. Ti mit gondoltok erről? Szerintem ez kicsit nemzedéki kérdés, ha most itt körbenézünk, nem nagyon látunk tínédzsereket. Itt azért vannak előtt. Jó, hajrá, de valószínűleg én se jártam 18-19 évesen ilyen rendezvényekre, majd eljön az az idő, amikor meg ez így fontos lesz. Én jellemzően 60 fölötti emberekkel álló kapcsolatban, vagy mi, leszámítva azt a kört, aki talál az utcán, vagy a loptai társam, vagy az ecseri piacon valamit, és egyébként nem kötődik ahhoz a tárgyhoz, csak szeretné nekünk megmutatni, de azért az a kör, aki a családtörténettel kezd el foglalkozni, az szerintem a... Hát én nem is csak a családtörténetnek gondolok, hanem egyáltalán az antiszemitizmushoz való viszonyról, hogy az ezek, amik elvileg a zsidó közösséget mutatja. Hát én remélem, hogy ez kikopik. Tehát én te be optimista vagy? Abszolút, abszolút. Uh-huh. Komolyan. Tehát szerintem épkézláb 10 éves nem antiszemita. Uh-huh. Komolyan mondom. Tehát szerintem ez is egy generációs dolog. Ki fog kopni? Eszter? Magánvéleményként, mint van veszel. Végszónak nem rossz ez, hogy nem akartam. Nem, még azért te mondtál a véleményed, és aztán utána megkérdezzük, hogy van-e kérdés a közönség. Tehát, hogy te mit gondolsz erről, hogy... Igen? Vége van? Akkor... Oké, akkor... Jó. Akkor az mit jelent, hogy már ne is kérdezzen senki sem? Egyet. Jó, akkor még egy, igen. Igen. Kérdezzük meg arról, hogy a Centrópának gyűjteményes anyag az orálisztori a 35 év előtt születettekről szól zömében. Én nagyon sérelmezem, hogy a 35 után születetteknek még vannak épkézláb emlékei, hogy más nem mondjak, Nádas Péter, aki 42-ben született, és olvasható az utolsó regényében, a világló részletekben, hogy milyen tűéles emlékei vannak, annak ellenére, hogy 42-ben született, nem tudom, hogy csinálja, mégis le van írva, el lehet olvasni, de én tudok nagyon értékes és izgalmas dokumentumokról a 35 után születettek közül is, többek között nekem is van ilyen, és hogy kérdésem, hogy jelentkezhetünk-e még a Centrópába ezekkel az anyagokkal? Én köszönöm szépen a kérdést. Azért pusztán az a tény, hogy 30 előtt készült emberekkel készültünk interjút, nem azt jelenti, hogy mi azt gondoljuk, hogy azoknak, akik 30 után születtek, már nincsenek érdekes történetei. Egész egyszerűen, amikor a Centrópa létrejött, akkor azzal a céllal jött létre, hogy a háború előtti zsidó életről megpróbáljunk dokumentumot szerezni, és kellett valahol egy határvonalat húzni. Most az, hogy pont ez 35 lett, hát ez pont 35 lett, mert akkor én mondjuk nem dolgoztam a Centrópánál, de úgy gondoltuk, hogy akinek legalább személyes, közvetlen emlékei vannak, és nem csak amit az édesapjától vagy édesanyjától hallott. Sajnos történeteket már nem gyűjtünk. 2000-2008 között zajlott a gyűjtés, viszont folyamatosan itt van a hátunk mögött ez a motiváció, hogy egyszerűen neki kezdjünk, ennek anyagi okai vannak, hogyha egyszer erre lehetőségünk lesz, akkor mi szeretnénk még több történetet gyűjteni. Jelen pillanatban erre nincsen lehetőség. Viszont hogy valamit nagyon szeretnék itt mondani, mert az antiszemitizmus kikopásával kapcsolatban ez sajnos több ezer éve nem kopik ki. Én nem bíznék abban, hogy csak úgy kikopik, viszont azt is hozzátennék. Viszont azt is hozzátenném, hogy elsősorban nem az antiszemitákkal van a baj, meg a meggyőződésekkel, hanem azokkal, akiket nem érdekel ez az egész. És minél többen lesznek olyan emberek, akiket érdekli a másik, annál nagyobb esély van arra, hogy itt valami normálisabb társadalomban éljünk. Szóval én a fő ellenséget azt nem az antiszemitizmusban, hanem az érdektelenségben látom. Jó, hát szerintem az egy remek végszó. Vagy de bocsánat, egyet csak annyit, ha a aki lehet, hogy most tanástalan, hogy mit kezdjen a dokumentumaival, a Magyar Zsidó Levéltár és Múzeum nagy örömmel befogadja az anyagokat, úgyhogy tessenek ottan próbálkozni, kiváló hely, jó szakmai rutinnal, tehát ne az legyen a vége, hogy... Igen, én szívesen segítek Toronyi Zsuzsához. Jó, hát akkor köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, és köszönöm a résztvevőknek, és a beszélgetést. Köszönjük szépen.